Köszöntöm a Kölcsér Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben én megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk Önöknek mai műsorunkban. 7 ponttal győzte le a Ceglédet a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks. Vasárnap a Békés Csabai országos bajnokságon áll rajthoz Helebrant Máté. 2 rangos kerékpáros versenyt is rendeznek nyáron a Vármegyében. Elrajtolt a nyíregyházi városi kispályás labdarúgó bajnokság tavaszi idénye. Az NVSC Eisman első csapatának vendége volt a nyírbátori Ase. 7 pontos győzelmet aratott vasárnap a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks. A kékcápák az NB1B piros csoportjának 24. fordulójában a Ceglédet verték 92-85-re. Egészen vártuk, hogy a Völgyi Marcel egészséges legyen, mert a kivételesen jó center van ellenfélnek, de nem sikerül. Marci maradt, és akkor valami más taktikával kell foglalkozni, amit csináltunk utolsó 2 edzésen. Valamennyi sikerül, valamennyi ne, de nagy szívű, nagy lelkű játszottunk. Tudunk, hogy ezt a meccs tud sokat hozni. Sűrű a társaság mögöttünk is, előttünk is, és a minden győzelem nagyon nagy dolog. Eddig bajnokságban Cegléd mindig volt a legnehezebb csapat neki. Látható volt, miért? Nagyon jó dobok, nagyon jó négyes posztú. Csaba Gyuri nagyon jó játszanak, és ezt a meccs valahogy szíve, lelke, diadala volt, amit mi akartunk ez a héten, amit csináltunk. Én nem tudom mit mondani, hogy csak mondom, hogy ez a 9. győzelem, és akkor csak menjünk hétről hétre, várunk a következő ellenfél, készülünk, ameddig nem lesz kész. Nagyon-nagyon nagy gratuláció a csapatnak, harcolták úgy, ahogy kell harcolni. Ellenfélnek is a gratuláció. Látható, hogy a utolsó néhány forduló mindenki utolsó erő ad, és akkor minden a meccs az egál, szerencsére mi most nyertünk. 2 meccs van még hát az alapszakasz volt, Debrecen 23 idegenben, itt 6 TF. Előlegezzük meg a 8 közé jutását, azt szokták mondani, hogy új bajnokság kezdődik, és olyankor kell egy csapatnak a legjobb formában lenni, felfelé ívelő a csapat formája. Január óta nekünk muszáj csak felfelé. Első elkerültünk ezt a utolsó 4 rájátszás, utána közelítünk munka 8-hoz, utána bejöttünk a 8-ba, utána tartunk munka 8-ba. Ez a győzelem szerintem 11 győzelem, ez elég, hogy a 8-ba vagyunk. Most milyen helyen 6-7-8 meglátjunk, de most ezt a meccs után sokkal könnyebb lesz játszani ez a 2 lemaradt meccs, mert a Debrecennek is a TF-nek ez az utolsó lehetőség ellenünk, hogy valamit csinálják. Mi békésen menjünk, és szerintem 2-ből 1 meg kell lenni, és akkor 6. helyen végezzünk valahogy ebbe felső házban, nekünk ez valahogy legjobban feküdt a vasas, és szerintem ellenünk van esély. A forduló előtt azonos mutatóval állt a két csapat, és hát a meccset nézzük gyakorlatilag. 40 percig nyitott volt a mérkőzés. Mi döntött végül szerinted a Nyíregyháza javára? Ők akarták csapatként a győzelmet. Én úgy gondolom, hogy egyik oldalra sem volt elhajló játékvezetés, szimplán gyenge volt. Mi erre rosszul reagáltunk, most már nem az első meccsről, ezt nem tudjuk feldolgozni, és nem a saját dolgunkkal foglalkozunk, hanem elmegyünk ebbe az irányba. Elkezdünk kifele a külső körülményekkel foglalkozni, amivel nem szabad, mert tényleg nem azt mondom, hogy elhajló volt, hogy gyenge játékvezetés volt. Ez benne van a sportágunkban, NB1B-ben vagyunk, nem Euroligás játékvezetők fognak jönni, ez normális. Úgyhogy nagyon gratulálok nekik, mert megérdemelték, hogy nyertek, mert sokkal erősebbek voltak mentálisan, mint mi. Úgyhogy nekünk ezen kell dolgozni, úgy gondolom, hogy tehetséges játékosok vannak a csapatomban. A védekezésünk katasztrofálisan gyenge most már, mióta én vagyok az edző, nem tudom azt mondani, hogy jó a védekezésünk, vannak jó periódusok, de 40 percen keresztül ez nem tud kitartani. Amikor emellé egy jó dobóforma jön, akkor tudunk nyerni, amikor nem, akkor nem. Úgyhogy ezen kell várszatnunk, hogy stabilabbak legyünk. Ezzel a győzelmel a Nyíregyháza tette egy nagy lépés a 8-ba jutás felé, de hát gondolom a Ceglédnek is ez a célja. Melyik csapatok ellen játszottok még a hátralévő 2 fordulóban? Így van, jön hozzánk a Jászberény egy jövő héten, utána megyünk Salgótarjánban. Tehát ha úgy nézzük, hogy papírforma, hogy alattunk van mind a két csapat, ebben a bajnokságban szerintem bebizonyosodott, hogy nincsen. Mindenki meg tud verni mindenkit, úgyhogy megpróbáljuk megnyerni ezt a 2 meccset, nyilván a legjobbunkat fogjuk hozni, hogy ez sikerüljön, és reméljük, hogy ez elég lesz ahhoz, hogy a rájátszásba kerüljünk. Ha csak a különbséget nézzük, azt is hihetnénk, hogy az egy sima, könnyű mérkőzés volt, de gyakorlatilag az utolsó 2 percig teljesen nyílt volt a meccs. Milyen volt a pályáról és a pálya mellől? Igen, valóban ez egy nagyon nehéz meccs volt.
Ugye úgy kezdtük a mérkőzést, hogy az egyik fontos láncszemünk betegség miatt nem állt a rendelkezésre, Völgyi Marci, ezért tudtuk azt, hogy az ő hiányát extra motivációval, energiák mozgósításával kell pótolnunk, és nagyon örülök, hogy a közönség is adott ebből az extra energiából a lelátó mellől. Nagyon szép hangulat volt, nagyon jól szurkoltak nekünk, köszönjük szépen a szurkolást. Ez egy tipikusan mondhatni egy vagy két labdás meccs volt, folyamatosan tartottuk azt a párpontos előnyt a második fél időtől kezdve, de a Cegléd nem adta föl, amiért dicséret illeti őket, és hát az utolsó negyedben volt egy-két kulcsmomentum, amikor mi jöttünk ki abból jobban. Tehát gyakorlatilag szerintem higgadtabbak maradtunk, és jobban tudtunk koncentrálni a végén. A Csorvási Milán személyében volt a palánk alatt egy domináns embere a Ceglédnek. Ez nem csak a palánk alatt határozza meg a játékot, hanem az egész mezőnyben. Mennyire volt nehéz ezzel megbirkózni? Készültünk rá, tudtuk, hogy nehéz lesz, ugye egy volt válogatott játékosról van szó, és azáltal, hogy ő a palánk közelében összehúzza a védelmet, megnyílik a jó dobóiknak a terület, és hát ezzel éltek is. Úgy gondolom, hogy helye közel sikerült, de azért voltak olyan periódusok, főleg az utolsó negyedben, amikor nem sikerült megállítani őket, viszont szerencsére támadó oldalon megjöttek azok az extra dobások, amelyek tudták kompenzálni ezt a védekezésbeli néha kihagyásokat, ha mondhatjuk így. A hatodik hely elérhető még az alapszakaszban, ezzel a győzelemmel nagy lépést tettetek. Két meccs van még hát a Debrecen 23 idegenben, majd húsvét vasárnap a TF itthon. Meg lesz ez a két meccs? Nagyon bízunk benne. Talán most már nem tudom, utána kell nézni, de a rájátszás most már talán biztos, bár azért még matematikailag talán nem, de nem is gondolkozunk ezen. Igyekszünk a következő mérkőzésre felkészülni, és persze mindig az elérhető legjobb eredményt próbáljuk kitűzni célul, úgyhogy bízunk benne, hogy meg lesz az a maradék két meccs, és akkor a hatodik helyről kezdhetjük a rájátszást. A forduló további eredményei a következők: TF Budapest Deac 23 93-77, Fót Pécsi VSK 83-88, BKG Prima Akadémia Óbudai Kaszások 88-87, Újbuda Mavc Salgótarján 81-84, Jászberény Vasas Akadémia 64-87 és Meavc Budafok 96-91. A tabella élén a Pécs áll 22 győzelemmel és 2 vereséggel. A 11-13-as mutatóval 6. Nyíregyháza vasárnap a 10. Deac 23 otthonában lép pályára. 8-7-es külföldi edzőtáborozás követően vasárnap Magyarországon versenyez Hellebrandt Máté, a nyíregyházi gyalogló a Békés Csabai országos bajnokságon a 20 kilométeres távon áll rajthoz. Ilyen hosszú edzőtáborban megszakítás nélkül még nem voltunk Józsibával, viszont mindenféleképpen szükség volt rá, mivel elég fontos versenyek következnek majd itt a tavaszi szezonban, és nem akartunk megkockáztatni, hogy itt a téli szezonban akár egy hóesés vagy csúszósút miatt lesérüljek. Lehetőség is volt rá. Az egyik részét a Magyar Atlétikai Szövetség biztosította, a másik részét pedig a Nyíregyházi Sportcentrum, amit ezúton is köszönünk szépen, és ezt ki is használtuk, és így utólag nagyon jól is sikerült az edzőtábor, szóval jó döntés volt, hogy 8 hétig kint voltunk. Ahogy hazaértél, már is következik egy verseny, mégpedig egy nagyon fontos verseny, vasárnap Békés Csabán a 20 kilométeres országos bajnokság. Milyen célra utazol, helyezés, idő, vagy mind a kettő fontos? Ezt általában áprilisban szokták megrendezni, viszont most, hogy az Európa bajnokság már elég korán lesz, június elején, ezért minden verseny korábbra csúszott, illetve nagyon sűrű is ez a versenyszezon most, és hát igen, a legfontosabb cél a győzelem, megvédeni az országos bajnoki címemet. Az idő is fontos, de nem annyira, mint a helyezés, mivel a helyezések után kapunk bónuszpontokat, ami viszont a világranglistának van szerepe, mivel az olimpiára kétféleképpen lehet kijutni, kvalifikációs idő, illetve a világranglista helyezés alapján. És mivel 48 induló indulhat az olimpián, a világranglista első 48 helyezettje, ezért mindenki próbál minél több pontot, illetve minél több bónuszpontot szerezni, hogy ebbe az elég szűk mezőnybe beférjen. Már megrendezik azt a dudincei versenyt, ahol évekig rendszeres részvevő voltál, most viszont nagyon közelesett a Békés Csabai versenyhez. Támpontnak már
lehet látni, hogy ott milyen idők egyalogoltak a legjobbak. Sajnos ezt most ki kellett hagynunk, mivel egy héten belül van a két verseny, de azt láttuk, hogy a nemzetközi mezőny az nagyon felgyorsult. Lehet érezni, hogy megszűnt a 35 km, illetve az 50 km, és most már mindenki erre a rövidebb és gyorsabb távra készül a 20 km-re, és mindenki sok-sok másodperccel, illetve percet gyorsul a saját egyéni csúcsához képest. Hát nekünk is ezt kell alkalmazkodni, nekünk is gyorsulnunk kell, erősödnünk kell. Bízom benne, hogy most a Békéscsabai versenyen, ha nem is tudok egyéni csúcsra gyalogolni, de ahhoz közel fogok kerülni. Tekintsük egy picit tovább Békéscsabánál, hogyan néz ki optimális esetben a versenyszezonod? Egy békéscsabai lány, akit Olá Barbarának hívnak, ő most sérül, de ha felépül a sérüléséből, akkor ketten el tudunk indulni majd április végén a törökországi csapat világkupán, ami viszont azért fontos, mert az 50 és 35 km megszűnése miatt lesz egy bizonyos mix váltó az olimpián, amit egy nő és egy férfi alkot. Hát az én párom Barbie lenne. Szeretnénk ezen a távon is elindulni, és ha minden jól megy, akkor az olimpián szeretnék duplázni, egyéni 20 km-en is szeretnék elindulni, illetve ebben a bizonyos mix váltóban is szeretnék elindulni. Szóval most a Békéscsabai verseny után ez lenne a másik fontos verseny, ez az antaljai világkupa, és hát utána meglátjuk, hogy hogy alakul a világranglista, illetve ugye június elején lesz majd az a bizonyos Európa-bajnokság, amit Rómában rendeznek, ott szeretnék majd az első 8 helyezés között szerepelni. Itt a tavasz, ezzel együtt rajtol a kerékpáros szezon is. Ennek és a nyári versenyeknek az apropóján tartottak sajtótájékoztatót Nyíregyházán. Szervezés szempontjából már megvan a rutin. Az NKS az elmúlt években inkább a versenyszervezésre koncentrált, ugye gyakorlatilag a magyar bajnokságok, a világkupa, illetve több AKSZ, illetve Magyar Liga Kupa futamnak a szervezője, de most ugye előkerülnek megint a vasak, most a létszám az elég gyengűs. Tehát az Újvári Zolikát azt most igazoltuk vissza a Nyíregyházára, és a Japán Világkupán már a nyíregyházi színekbe tudott indulni, illetve van triálos versenyzőnk, és az országútra pedig most új erővel akarunk összpontosítani, és az utánpótlásra nagyobb energiát fogunk fordítani az idei évbe, illetve a jövő évbe. Gyakorlatilag, hogy a Renko Norbi az visszakerült most Magyarországra 4 év, 3,5 év olasz versenyzés után, én számítok az ő segítségére abba, hogy az utánpótlásba a leendő versenyzőkkel, főleg az U15 és U17-es korosztályba akarok majd toborozni, hogy az ő edzésükbe és az ő mentorálásukba tudna nekem majd segíteni. Két nagyon komoly versenyszervezését csináljátok, csinálod már évek óta. Ebben az évben is megrendítek el az ifjúsági világkupát és a vásárosnaményi versenyt. A Tour de Vásárosnamény az most az idei választási programok miatt, mert ugye a választásnak az időszakába került korábban ez mindig megrendezésre, most emiatt ugye tolni kellett, 7.-20-án kerül megrendezésre. Eddig ugye AKSZ Amatőr Kerékpáros Szövetség futamai közé tartozott ez a verseny, de az idei évben bekerült az MKS Liga Kupa futamba, tehát ez gyakorlatilag az országos bajnokság alatti szint már, és ugye elég komoly kis mezőnyre számítunk. Illetve az augusztus 14-15-i dátummal kerül megrendezésre az ifjúsági világkupa, idén már 5. alkalommal, a tavalyi útvonal és a tavalyi sémának megfelelően az első nap Vásárosnaményben a Berekben lesz egy körözés, második nap pedig délelőtt Ibrány, délután pedig a nyíregyházi belvárosi egyenkénti, ami eddig már ugye jól debütált, és a tavalyi útvonallal, a tavalyi módosított útvonallal kerül idén is megrendezésre. 2020-ban egyedüliként Magyarországon Nyíregyháza központtal rendeztek ifjúsági világkupa versenyt. Az elmúlt 4 éve milyen rangot vívott ki magának ez a rendezvény az istálók körében? Igen, a 2020-as év az különösen nehéz volt, és a világ lemondott gyakorlatilag ezekről a sporteseményekről. Magyarországon mi ezt meg tudtuk rendezni. Különösen nagy fontossága volt annak az évnek.
nagyon nagy, magas prioritást vívott ki az ifjúsági világkupa sorozatba a Szabolcs megyei futam. Gyakorlatilag a tavalyi évben már a szövetségi kapitányok és a szövetségek már volt olyan szövetség, amelyik a világbajnokságnak a színvonalával együtt emlegette ezt a világkupát, mivel ugye itt több szakaszos taktikát tudnak a U19-es versenyzők felépíteni, ami már ugye a következő évben nekik, vagy tehát az U23-as szezon időszakukban az már nagyon fontos. Így gyakorlatilag a prioritása és a jelentősége a Szabolcs megyei futamnak egy Paris Roubaix juniorral vetekszik. Ahogy telik az idő, egyre rutinosabbak a szervezők is, de le lehet rutinból hozni egy ilyen versenyt. Kell a rutin, de én mindig azt mondom, hogy amikor az ember azt hiszi, hogy valamit tud, akkor fog rontani. Tehát mindig ébennek kell lenni, és hogyha a tavalyi évben vannak hibák, akkor azokra különösen összpontosítani, kiütni, minden hibát, minden problémát előre kell orvosolni. Gyakorlatilag az idei évben a módosítások útvonalba például azért nem változtatunk, mert a tavalyi évben voltak nehézségek. Így gyakorlatilag azokat már orvosolni fogjuk, illetve már orvosoltuk. Reméljük, hogy az idei évben a sohasem kevesebb precedens dolgot fog nekünk alkotni. Két év kihagyás után ismét nyíregyházi színekben versenyzel. Ha egy picit kikerültél a itteni szurkolók reflektorfényéből, mondj néhány szót arról, hogy hogyan nézett ki ez az elmúlt két év. Igazából az elmúlt két évemben rengeteget utaztam, nagyon sokat készültem versenyekre. Egyébként az edzésemet ugyanígy itt Nyíregyházán és a környéken folytattam. De cserébe ezzel a két évvel tényleg tudtam annyi versenytapasztalatot, meg úgymond tekintét is szerezni a sportágban, hogy mostantól sokkal magabiztosabban tudok felelni bármilyen versenyen. Ebben a BMX freestyle szakában hogy néz ki egy versenyszezon? A versenyszezon az szinte február elejétől december végéig tart most, és már az első versenyünk már február közepén Japánban került igaz megrendezésre, és az utolsó versenyünk az decemberben lesz világbajnokság Abu Dhabiban. Közte 3-4 világkupát szoktak elejteni az évben különböző helyszíneken, és mellette még a kisebb versenyeket is szokták szervezni a környező országokban főleg. És hát én igyekszek minél több versenyre eljutni, meg versenyezni, mellette pedig a napi két edzésemet folytatni itthon is, és készülni folyamatosan azért, hogy a legjobb formámat tudjam adni. Hogyan sikerült a japán verseny? A japán verseny egyébként az világkupákhoz képest, amik a számomra a legnagyobb rangú versenyeknek számítanak, azokon a legjobb eredményemet értem a 20. helyezéssel. Maga a selejtezőben teljesített, vagyis az ottani teljesítményemmel teljesen elégedett voltam. Igaz, tudtam volna még a döntőben egy kicsit több trükköt is megmutatni magamból, amivel 3-4 hét tudtam volna szerintem javítani magamon, de mivel elmosta az eső, így erre most nem került sor, de majd legközelebb. Olimpiai évében vagyunk, ugye ez a szakályban szerepelt, olimpia műsorán szerepel ebben az évben is. Milyen esély van, hogy esetleg ott legyél Párizsban? A párizsi olimpiára még két olimpiai kvalifikációs versenyen kell részt venni, ahol Magyarország egy versenyzőt küldhet. Még nincsen biztosra megmondva, hogy melyikünk lesz ez a versenyző, de cserébe maximálisan dolgozunk azon, és ameddig még látunk matematikailag esélyt arra, hogy ki tudunk bármilyen formában is jutni, addig a maxot bele is fogjuk tenni. Hol és mikor lesznek a kvalifikációs versenyek? A két kvalifikációs verseny az első a Shanghaiban lesz május közepén, a másik pedig Budapesten, itt Magyarországon június közepén, és pontosan ez a júniusi verseny az oka annak, hogy egyáltalán kaptunk kvótát ezekre a versenyekre. Hétfőn elrajtolt a Nyíregyházi Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokság tavasz idénye. 10 csoportban 106 csapat, 600 mérkőzés játszik a következő hónapokban. Nem régen fejeződött be a teremlabdarúgó bajnokság, és a csapatok már nagyon megvoltak őrülve, annyira szerettek volna már játszani. A Nyír VV munkatársai mindent elkövettek annak érdekében, hogy a beruházás ellenére, hiszen azért van itt felfordulás a stadion környékén, csodálatos pályákat hoztak létre, és a mai napon elindul a 600 mérkőzést magába foglaló tavaszi idény, és június közepére fogjuk befejezni a bajnokságot. 106 csapattal
folytatjuk a bajnokságot, egy csapat az kilépett, de viszont ezek a csapatok nagyon felkészültek, hiszen végig játszották az egész telet. Három pályán zajlanak majd a mérkőzések, melyek a meccsnapok? Igen, itt Csalakon három pályán, és még van egy pálya, a Kisműfűves pálya, ami a Sóstói út mellett van. Tehát hétfőtől péntekig egyfolytában játszunk. Most nagyon sok olyan gond jött közbe, hogy ugye több ünnepnap van, van a 29-ig a nagypéntek, a húsvét első napja, és azt követően pedig a május elseje. Ezért össze kellett zömíteni, zsuffolni a bajnoki mérkőzések napjait. Nincsen esőnap, és gyakorlatilag minden pályán játszunk most egészen hétfőtől péntekig. Mennyire kiegyenlítettek így fél időben a csoportok? Nagyon küzdelem várható, hiszen főleg azok, akik terembajnokságban szerepeltek, azok óriási felkészültségről tesznek majd tanúbizonyságot, biztos vagyok benne, hiszen ez így szokott lenni, hogy akik készültek egész télen, azok jól szerepelnek a bajnokságban, viszont eleve az őszi idény úgy fejeződött be, hogy nagyon szoros a mezőny minden csoportban, a feljutásért is és a kiesésért is nagy harc várható. Említetted, hogy június közepén fejeződik be a bajnokság, lesz-e valamilyen záró rendezvény? Természetesen mind ahogy eddig is megvolt, a játékosokat meghívjuk a bajnokságban szereplő csapatokat, akik az első három helyen végeztek, azokat díjazzuk, és ott valószínűleg ugye a polgármester úr fogja majd díjazni őket, és itt a mai napon az megtiszteltetés számunkra, hogy a kezdőrugás városunk polgármestere dr. Kovács Ferenc fogja elvégezni. És az is nagy öröm számunkra, hogy ami megígért a tavalyi nyitányon, hiszen akkor is ő végezte el augusztusban a kezdőrugást, hogy valószínűleg három műfűves pályát kaphatunk. Elindult a hatalmas nagy munka a műfűves pályák építésével kapcsolatosan, és lesz három műfűves pályánk, de erről majd bizonyára majd ő fog majd nyilatkozni. Említettük a Csalakot, említettük a műfűvet, egy picit tekintsünk a nyár közepére, a homokos borítása, ha minden igaz, gyakorlatilag teljes a nyári strand foci fesztivál mezőnye. Igen, július 11-től 14-ig gyakorlatilag 40 csapattal fogjuk lebonyolítani a nemzetközi női férfi strand foci fesztivált, és gyakorlatilag nincs is hely csak a hölgyeknél, ott még 4 csapatra várunk, a férfiak azok megtelt, a férfiaknak a nevezési lehetősége, és várjuk még a hölgyektől azt a 4 csapatot, akik szeretnének a meglévő 4 mellé csatlakozni. Vendéggyőzelemmel zárult a férfi asztali tenisz MB2 északkeleti csoportjának szabolcsi rangadója, a nyírvátori Jase 10-8-ra nyert az NVSC Iceman első csapatának otthonában. 7-8 évvel ezelőtt indultunk ebbe a projektbe. Nagy segítségemre volt ugye először is a szerencse, hogy ide kerültem, és itt nagy tervekkel ugye beszéltünk az igazgatóval és a helyettesével. Láttam, hogy nagyon akarják, nagyon szorgalmasak, mindent beleadnak, amit tőlük telhető. Nekem a szakmát kellett hozzáadnom, és így ugye az évek során mindig léptünk egyre feljebb és feljebb. Először ugye egy csapattal, ugye megye osztályban kezdtük, aztán ahogy javultak a játékosok, már 2 csapattal megye osztályban, később ugye sikerült az egyik csapattal megnyerni a megyeit, akkor felkerült az egyik csapat NB3-ba, és akkor így lépcsőzetesen építettük fel ugye az előre megtervezetteket, és most már jelenleg 4 csapatunk van, egy NB2-es, 2 NB3-as és 1 megyei csapatunk van. Fiatalok, öregek, mondjuk azt, hogy nem öregek, tapasztaltak, tapasztaltabbak, és ugye jelenleg mozzalik ugye az egyik rangadó az NB2-es csapatunknak. Most kezdtük, úgyhogy még egyelőre, még nagyon az elején vagyunk, úgyhogy már meglátjuk, hát szeretnénk nyerni mindenképpen, bár nagyon nehéz lesz, hiszen ugye egy volt csapatommal játszok, akikkel, vagy aki amely csapattal még most is nagyon jó kapcsolatban vagyok, a játékosokkal is, a vezetőkkel is, ugye Csekős Anyi van, ugye kicsit nehéz, de mi a sportoló vagyok, ezért ugye profizmus állok hozzá, és meg fogom oldani a feladatot. Hogy szerepeltek eddig ebben a bajnokságban? Van egy játékosunk, aki Békés Csabáról jött, bejelentkezett hozzánk. Az előző tervek szerint az volt, hogy a középmezőnyben legyünk, és a várakozásnak megfelelően teljesítünk, tehát semmi meglepetés. Tudtunk volna egy kicsit előrébb is. Sajnos sérülések akadályoztak minket, már ugye én sem vagyok fiatal, és beleszaladtam egy-két sérülésben.
De semmi gond, be van kalkulálva, építjük a fiatalokat fel, jövőre reméljük, hogy egyre több, vagy esetleg kettővel többen leszünk, és akkor már megoldjuk ezt a feladatot, hogy néha sajnos csak hárman álltunk ki, ugye betegségek miatt, megsérülés miatt, de egyelőre úgy néz ki, hogy a tervek szerint haladunk előre. A betegséges sérülések ellenére te vagy a csapat legeredményesebb játékosa. Mennyi edzés kell ehhez magyarul, mennyit tudsz pingponggal foglalkozni? Pingponggal foglalkozok minden nap, hiszen ugye edző is vagyok itt egyben, meg ugye magamat is edzenem kell. Úgyhogy magamat edzeni elvileg, ugye hát már ismerem a testemet, tudom, hogy mennyit engedhetek meg magamnak, minden nap a teremben vagyok. Hát saját magam részéről 2-3-at tudok edzeni, attól függ, hogy milyen állapotban vagyok, és ugye a többiekkel meg ugye foglalkozom, mint edző. Tehát mindig a teremben vagyok, ütő mindig van a kezemben, csak valamikor edzői szerepben, valamikor játékos edzői szerepben játszom. Ha szétnézzünk a teremben, el lehet mondani, hogy a körülményekre nincs panasz. Igen, nagyon-nagyon szeretjük a termet, főleg úgy, hogy bármikor jöhetünk, ugye ez az Eismannak köszönhető, illetve ugye a vezetőségének. Minden támogatást megadnak, ami tőlük telik. Nagyon szeretjük a termet, mondtuk, hogy egy kicsit lehetne nagyobb, de hát így alakult, ugye magasabb is lehetne, de ne sírjunk, mert tényleg nagyon-nagyon profi körülmények vannak, ugye minden légtisztító, páramentesítő, légkondi, tehát minden tökéletes, úgyhogy nyáron sincs baj, télen sincs baj, úgyhogy nagyon-nagyon szeretjük. Az MB2 észak-keleti csoportjában három csapat képvisel a Vármegyét, az Apagya, az NVSC, van és a Nyírbátoria se. Nektek hogyan alakult eddig ez a szezon? Nagyon kétesélyesen, mert ugye az Apagya az kiemelt, ugye első-második helyen mozognak. Nyíregyházával múltkor csatáztunk, 10-8-ra sajnos kikaptunk, de most megpróbálunk visszavágni, hogy legalább ott legyünk középen. Nyírbátorban volt, amikor lényegesen magasabb szinten játszott a csapat, most az MB2-ben szerepeltek, milyen csapattal, milyen körülmények között? Nagyon jók a körülmények, hát sajnos a munkahelyek, iskolák a fiatalokat elvezényelték tőlünk. Hát most kezdjük előről, ugye megmaradt egy kis Zsolti, ugye van egy Máté Dávid, aki ott jár hozzánk, nálunk jár gimnáziumban, ő játszik, van egy Nagy Károlyi srác, Barnus, meg én, meg Kis Zoltán Apagyról. Mindig népszerű volt, vagy jó ideje népszerű, nyilván van a pingpong. Fiatalok jelentkeznek ugyanúgy, mint az elmúlt években, tehát lehetnek-e ismét Hölgyek, Dorottyák, Majoros Bencék? Egyre kevesebb a fiatal, de még van. Hát az, hogy volt egy majorosunk, meg egy tölgyesünk, az nagyon jó. Hát bízunk benne, lesz még egy harmadik. Ebben a szezonban hova kalibráltátok magatok, hogy szeretnétek végezni a bajnokság végén? Az elvárás az, hogy maradjunk bent, és a jövőre a fiatalok hagy jöjjenek egy kicsit. Többen. Ennyi fért a mai sportszeletbe. Köszönöm a figyelmüket. Találkozunk egy hét múlva a viszontlátásra.